ez a pillanat is eljött. Itt hagyjuk utolsó szállásunkat. Megyünk haza. Megyünk haza. Jó volt. Nagyon jó volt. Goodbye szoba. Goodbye Bangkok. Tegnap azt hiszem, nem csináltam már bejelentkező videót. Sikerült masszázshoz találni egy helyet, ahol szimpatikusak voltak, ezzel nem is volt baj. De a legdrágább masszázson voltunk, ami a legszarabb volt. Nem volt rossz. Szarnak azért nem mondanám. De... csak a leggyengébb. De a leggyengébb, láncem. De legalább voltunk. Ott van egy darka és egy gálhábó bor. Néhány copmokka. Visszük az egész szállát. Kicsekkoltunk, gyors reggeli, hogy legyen valami a bendőbe, aztán megyünk a reptérre. Sírva. Spidey. Finishing our honeymoon. Okay, good. Congratulations. First Thank one on you. The ride. A műsornak vége, nincs folytatása, most már csak kicsi kis darabok vannak itt a videózásból. Főszerepben volt Gábor és Dóra, és most ezzel a bazinak géppel indulunk Dubajba. Nem, ott már nem maradunk. Folytatjuk a tunkat, mit eleszed. Folytatjuk a Angliába. Szóval integetünk fentől, már repülünk majd Magyarország alatt. Jó volt? Nagyon. Sokat tanultunk. Majd ha egyszer visszanézzük, akkor majd tudjuk, hogy nagyon szerencsés voltások vagyunk. Megjött a reggeli ebédünk, vagy ebéd reggelünk, vagy nem is tudom, hogy ez még igazából már 11 óra van. Vártuk, hogy legyen valami reggeli, de reggeli helyett végül jött ebéd. Hiszen benyomtuk hozzá. Gábor kedvencét kaptuk. Gombát. Tudom. Meleg. Meleg. Meleg gombát. Nagyon közel vagyunk Európához. Fél úton vagyunk haza. Szomorú. Nem sírtam, hanem csak csökkentettem a szemet. Jaj, de... tudom, hogy fog eleget, én is. Majd te otthon leszünk. Ja.
A vietnámi sapik még mindig itt vannak velünk. A baglyok megfagytak a repülőn. A baglyok megfagytak a repülőn. Ja. Mi majd mindjárt otthon vagyunk. Még onnan jelentkezünk majd. Azért. Otthonról? Hát, na, akkor már lehet, hogy sírni fogok. De mentünk. Sárga borsóval töltött tésztát, paradicsom szósszal. Valami süteményt. És a zöldség, de azt valószínűleg nem fogjuk megenni. Meg hát egy kis vajon zsömlet. Mit is. Honeymoon híradó utolsó bejelentkezés. Miután Dorkát is visszakaptam, mert nem akarták átengedni a határon. Tudtam, hogy valami gyanús vele, de még a határra, a rendszernek is feltűnt. De megkaptam, itt van velem a kis drága feleség. Megyünk Angélához, aki a sofőrünk, és vár már minket. Sietünk, szedjük a kis végelcsönket, így jobban. Jó volt. Még majd meglátsz, hogy mesélünk majd, tehát csinálunk egy jó kis összefoglalót, kedvenc élmények, meg ilyenek. Most megyünk. A műsornak ezennel vége, már felejtsék el újra nézni az epizódokat. Ja, mert még egy csomó videó lesz, igen. Hát, ha még egyszer megismételjük. Goodbye!